Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron Televízióban. Hamarosan el kell dönteni véglegesen azoknak a diákoknak, akik képest a nyolcadik évfolyamban vannak, hogy hol szeretnének tovább tanulni, szakmát tanulnának, gimnáziumban folytatják majd tanulmányaikat. Hát ebben talán egy picit mi is még segíthetünk. Vendégem Králik Tibor, a Soproni Szakképzési Centrum kancellária, aki sok szeretettel köszöntök. Köszönöm, tiszteltel, köszöntöm Önt és a kedves nézőket is. Ugye, mint mondtam, pályaválasztás, viszont azt mondhatjuk, hogy egyre népszerűbbek a, a képzések, hiszen volt egy időszak, amikor valamiért mindenki gimnáziumba szerette volna a, a a gyermekét. Igen, tehát én úgy gondolom, hogy nem helyes szembeállítani a gimnáziumot a szakképzéssel, de el tudom mondani, hogy a gimnáziumok is nagyon fontosak. Mi nyilvánvalóan a szakképzést népszerűsítjük, és az látható, hogy a szakképzés egyre népszerűbb. Az elmúlt két évben az adott korosztályban a jelentkezők száma a szakképzés felé eltolódott. Itt kiemelten az új technikus képzésekre, amely új technikum valójában a régi technikum szót töltötte meg új tartalommal, és valóban nagyon fontos a felsőoktatásra, a középvezetői feladatokra és a komoly szakmai feladatokra előkészítő képzési forma lett, mindenféle támogató elemmel, tehát úgy gondolom, hogy ez egyre népszerű, és természetesen mellett a hagyományos szakmai képzések is népszerűek, úgyhogy összességében azt mondhatjuk, hogy több a jelentkezőnk, és több lesz a végzet is, amire a gazdaságnak szüksége van, hiszen számunkra ez a fontos nekünk ki kell szolgálni a gazdasági kényeit. Ugye itt azért a duális képzés és az ösztöndi is egy fontos mérföldkő volt a képzések során. Igen. Azt tudom elmondani, hogy ez két évvel ezelőtt indult, ez az új képzési forma. A szakképző iskolások már odaértek, hogy duális képzésben vannak, és örömmel mondhatom el, hogy 95%-ban duális képzés keretében folyik már a felsőbb év folyamon a gyakorlat. Tehát partnereink a gazdálkodó szervezetek, és így egy hatékony jó képzést tudunk biztosítani. És a technikus képzésben is ugyanez a terv, a következő tanévtől kerülnek a duális szakaszba a technikus tanulók. Az ösztöndíjat említette, Jelentős volt, én nagyon örültem ennek a lépésnek, amelyet a kormány megtett, jelentős ösztöndékben részesülnek a tanulók. A ö, népszerűséget az is növeli, hogy a nyolcadikos tanulónak nem kell konkrét szakirányt választani az új képzési formába, mind a szakmunkás képzésben, mind a technikus képzésben egy ágazati alapozás folyik a szakmunkás képzésbe egy évig, a technikusban két évig, és utána kell konkrét szakirányt választani a tanulónak, van lehetőség a szakirány módosítása, de már ebben a kezdeti időszakban is állami ösztöndíjban részesülnek, utána pedig, ha duális képzésben vesznek részt, akkor munkaviszony és munkabér keretében támogatnak. Jelenlegi állapotok szerint a duális szakaszban ez minimálisan 100 ezer nettó pénzt jelent a tanulók számára, amely a tanulmányi eredménytől és az évek erősen növekedhet. Tehát úgy gondolom ez egy nagyon fontos dolog, de természetesen a leglényegesebb az, hogy a duális képzés keretében has gyakorlati tudást szerezhetnek a tanulóink még közel egy hónap áll rendelkezésükre a szülőknek, diákoknak, hogy eldöntsék, hogy hova tovább. A, a Soprani Szakképzési Centrum mely felületein lehetne még érdeklődni? Ez már azért is fontos, mert gondolom azért a 80 uk minimum eldöntötte már, hogy hova megy tovább tanulni, de még biztos vannak azért bizonytalan. Hát igen, az az egy hónap már nem is annyi, hiszen addigra már a dokumentációknak kell eljutni, tehát úgy gondolom a napokban vagy döntöttek, vagy a döntésnél az utolsó pont feltétele van hátra. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tettünk azért, hogy megismerjék a szakmákat. A járvány problémák ellenére is meg tudtuk idén azokat a rendezvényeken tartani, ahol megismerhettek a tanulóink, a szülők is a szakmákat és hát nagyon sokat segített a digitális átállás, hiszen egyre inkább mind a, a jelentkezők, mind a mi oldalunkról a digitális platformok megerősödtek ebben a, az időszakban, tehát voltak ismeretek. Természetesen a szakési, Soproni Szakképzési Centrumnak 8 iskoláját lehet keresni, de a Soproni Szakképzési Centrum honlapjáról minden irányba el lehet igazodni ez a soproni sc.hu. Mi 21 ágazatban, 38 szakmában indítunk képzéseket. A régiónkban minden fontos terület, gazdasági területet igyekszünk kiszolgálni. Itt természetesen tájékozódhatnak, de személyesen telefonon kereshetnek e-mailben is minket is, és az iskolákat is. Azért az iskolákat gyorsan elmondom, a Soproni négy hagyományos nagyiskolánk, a Vas és Villamosipari Technikum, a Handelnándor Technikum, a Fái Technikum és a Soproni Vendéglátó és Kereskedelmi Technikum, és hát azon kívül négy vidékiskolánk is van, a Fertődi Porpáci Technikum, a Kapuvári Berg szakképzőiskola és a Csornai Kosút és Hunyadi iskolák. Tehát ezen iskolák honlapjain is, illetve a Soponi SC bármelyik platformján szívesen adunk bármilyen tájékoztatást, akinek még szüksége van a döntéshez. És ugye az sem mindegy, hogy hol tanulnak a gyerekek, most nem az iskola típus, mondom, hanem magát az épületet, hiszen rengeteg ö, olyan ö, ö, felújítás valósulhatott meg, illetve olyan korszerűsítés, amely szintén azt szolgálja, hogy a, a gyerekek tényleg megfelelő körülmények, méltó körülmények között tanuljanak. Igen, én ezt nagyon fontosnak tartom, tehát az a millió, az a környezet, amelyben a tanuló tanul, az meghatározó a diák éveire, de úgy gondolom a szakmai vonalban pedig egyértelműen a, a technológia megszeretése az ahhoz való kötődés, milyen gépeken, eszközökön tanul, ez rendkívül fontos. A mi filozófiánk az, hogy biztosítani kell minden körülmények között ezeket a korszerű követelmények felő eszközparkot, épületet, hát természetesen a pénz az mindig kevés. A 2015-től működnek a szakkési centrumok így mi is, nekünk az a filozófiánk, hogy Természetesen örülünk a nagy pályázati forrásoknak, de mindig felhasználjuk a saját lehetőségeinket, és több esetben tudtuk azt bizonyítani, hogy egy jól előkészített projekt adott esetben segítséget jelent, illetve kislépésekben haladva tudunk korszerűsíteni. Az elmúlt időszakban itt be tudok számolni mind a két fajta fejlesztésekről. Amiről most röviden próbálok beszélni, ez ebben az évben közel 1 milliárd forintos fejlesztés a Soprani Szakképzési Centrum intézményeiben. Ezek között voltak nagy projektek, a Vas és Villamosipari Technikumban egy 300 milliós energetikai felújítás zárult le, ahol fűtéskorszerűtés, nyilázárókorszerűsítés valósult meg, összes radiátor lecserésre került, szabályozható fűtésrendszer került kiépítésre. Van másik két Európa Unió által támogatott nagy projekt, amelyben részt veszünk. Az egyikben egy kiemelt országos projekt, ahol két centrum érdekelt, a Soproni az egyik, amelyben egy komoly logisztikai képzést területén egy eszköz, technikai és tanulmány módszertani fejlesztés valósul meg, és egy érdekes kísérlet, idézőjelben a kísérlet, az összes szakképző intézményre a fenntartónk, az Innovációs Technológia Minisztérium egy úgynevezett okos mérőrendszert vezet be, amely a közműrendszerek szabályozását fogja szolgálni hatékonyság, energiamegtakarítás, zöld program támogatva, és ez itt a Soproni Centrumba kerül kipróbálásra és bevezetésre, ez lesz a minta. Ez egy 1,6 milliárdos országos beruházás, amely itt részben Sopronban valósul meg. A harmadik nagy projektunk az egy ágazati képzőközpont létrehozása, beszéltünk a duális képzésről, ez kiemelt célja a duális képzés, az egész ágazati szakképzésnek nekünk is. Az ágazati képzőközpontot fogunk létrehozni ebben a tanévben, amely azt jelenti, hogy azon kis vállalkozásoknak adunk segítséget, akik részt szeretnének venni a duális képzésben, de kicsik, nincs a telj, mondjuk a teljes szakmára megfelelő képzési profiljuk. Nyilvánvaló az új duális képzésben össze kell hangolni az elméleti oktatással is a, a gyakorlatot, hiszen ez már nem válik szét ezt a feladatot az ágazati képzőközpont elvesz, átveszi a, a, a duális partnerektől, tehát ugyanúgy a tanulók gyakorlatot ott fogják végezni, de az adminisztrációtól kezdve minden egyéb feladatot a képzőközpont végez, illetve koordinálja azt, hogy a tanulók minden részletében a legmagasabb színvonalú képzést kapják, tehát most egyszerűen azt mondom, ahol egy női férfi fodrászat van, és ő csak férfi fodrászattal foglalkozik, neki a másikat is meg kell tanítani, ezt a képzőközpont meg fogja oldani ebbe bevonódnak az iskolai tanműhelyek is, és a más képzőhelyek. Körülbelül ez a logikája a dolognak. Ez egy 280 milliós projekt, amelyet megnyert a Soplani Centrum, és ebben az évben ez megvalósul. A Soproni kollégiumot, a Ferenciáns utcai kollégiumot szinte be tudom jelenteni, teljesen felújítottuk. Itt volt egy indító nagy projekt három évvel ezelőtt, és utána Saját bevételekből, saját forrásból folyamatosan felújítottuk. Most eljutottunk oda, hogy mondhatom azt, hogy készen vagyunk, ám már sose leszünk készen, de körbeértünk az összes hálóterem felújításra került butorzatcsere, a teljes elektromos hálózatot kicseréltük az elmúlt években, és ebben az évben 52 millió forintból, a teljes szennyvízhálózatot és a, nyú, a vízhálózatot kellett cserélnünk, hiszen 70-es években épült épület, teljesen ezek a, az eszközök tönkrementek, és most gyakorlatilag egy, egy szinte újszerű kollégium áll a rendelkezésre. Szeretném még egy fontos bejelentést is mondani, volt már itt is szó róla. A szakképzés megújításának fontos része az akkreditált vizsgaközpontok működése és a mi vizsgaközpontunk, amely szakmailag független a centrum de a centrum keretében működik, az elmúlt héten megkapta az akkreditációt, azon elsők között Magyarországon, tehát létrejött a Soproni Akkreditált Vizsgaközpont, amelynek a lényege az, hogy a szakképzésben jövőben a képzőktől függetlenül történik a vizsgáztatás, és ez, ennek a feltétele Sopronban már megteremtődött, ez is egy nagyon fontos lépés volt. A vendéglátóiskolában kialakítottunk egy, egy, vendégtéri pincér kabinetet, három terem összenyitásával építészetileg, és egy nagyon korszerű vendégtéri pulttal mindenféle mai eszközzel felszerelve, ez közel 40 millió forint értékben került megvalósításra, szintén saját forrásból. A Handler iskolában a régi Handler Nándor által tervezett régi épület tetőjét egy nagy projektből sikerült tetőszerkezetét kicserélni egy pár évvel ezelőtt. És ez megadta a lehetőséget, hogy ott további tantermeket alakítson ki, hiszen hál' Istennek zsúfolt az iskola, tehát van tanuló. És ott ö, ö, a belső térben három korszerű tanper, tantermet, szociális helyiségeket 50 millió forint értékben alakítottunk ki építészeti-gépészeti berendezésekkel, és hát a, a negyedik fáj iskolában, az egy felújított iskola, szép és gyönyörű, de a tornatermének a, az üvegfalai elavult és hőszigetelés nélküli üvegfalak voltak, beázás és hőproblémák miatt. Ez régóta húzódó feladatunk volt. Most sikerült szintén hasonló saját forrás átcsoportosítással 35 millió forintból kicserélni a két oldalon az összes üveget, üvegfalat és korszerű hőszigetelt üvegablakokkal rendeztük be. És hát természetesen ezen építészeti dolgok mellett az eszközfejlesztés itt fontos, itt az informatikára Szintén ebben az évben 70, forint, 70 millió forint értékben kaptak iskoláink korszerű új berendezéseket. És hát azzal zárnám itt a, a terveinket, hogy nekünk mindig vannak eredményeink, és ennek örülünk, de vannak terveink is várhatóan a szakképzés fejlesztés eszköz és építészeti fejlesztés meg fog indulni az országban, így a Soproni Centrumot is fogja ez érinteni. Itt megvannak a tervek, konkrétumokat egyenlően nem akarok mondani, de ezt mi előkészítve kb. 15 millió forint értékben olyan tanulmány és előkészítő terveket készítettünk elő, amely hat iskolában további nagyobb, ezeknél nagyobb fejlesztéseket ígérnek a jövőre, amit mi bízunk, hogy meg is tudunk valósítani. Úgyhogy érdemes a szakképzést választani, és a gazdaság igényeihez megfelelő szakképzést fognak találni a jelentkezők Sopronban és a környéken. Azt hiszem, ez tökéletes végszó volt. Kancellár úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk viszontlátásra.